Jó napot kívánom mindenkinek a héten, ez már a harmadik félidő extra, hiszen a hétvégén játsszák majd az MVM Dome-ban a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjét. Ennek megfelelően minden este foglalkozunk a győriekkel, illetve a lehetséges ellenfelekkel. Ma itt van velünk a csapat beállója, Kári Brácze, holnap Szabó Tamás érkezik, majd pénteken már az aznapi eseményekről jelentkezünk, vagyis a sajtóval való találkozás és a közönséggel való találkozás képei is helyet kapnak a műsorban, a hétvégén pedig jönnek majd az élő közvetítések. A mai napon foglalkozunk a beálló pozícióval, és foglalkozunk azzal, hogy milyen támogatást kaphat a Győr, például valakitől, aki a szezon még játékosként kezdte, de ma úgy tűnik, hogy az egyik legnagyobb szurkoló lesz majd. Kári Brácze, szia Kári, örülünk, hogy itt vagy velünk. Sziasztok! És Tóth Tim, illetve Borsos Attila tagja még a mai asztaltársaságnak. Kári, nagyjából egy hónapja jelentetted be, hogy várandós vagy. Mi történt veled azóta? Te mennyire könnyen engedted el a kézilabdát? Tudtál-e pihenni, amit gondolom évek óta nem sikerült rendesen? Milyen az életed? No, now I'm resting really good. Jelenleg nagyon jókat tudok pihenni, utaztam is egy keveset, kikapcsolódom. Egyúttal Győröt is jártam, edzettem a lányokkal, amennyiben ezt lehet és megengedett, és nagyon kellemes idő volt. Egyúttal viszont nagyon nehéz is volt, hogy pont az idény ezen momentumában hagyjam ott a lányokat. Nem volt a legjobb idényzárás számra az elvesztett Frodi meccsel. Reméltem volna, hogy folytathatom, de nagyon örülök, hogy valóban várandós vagyok, és gyermekem lesz nem sokára. Nem csak a Győrről szeretnék majd veled beszélni, hanem a BL döntő norvég lehetséges ellenfeléről, a Vipersről. Találtam egy statisztikát, ami arról szól, hogy a Final Four gólszerzői nemzetek szerint úgy jönnek egymás után, hogy 257 norvég gól született a Final Four-okban, és aztán Montenegro 171 és onnan lefelé. Tehát mintha a Final Four a norvégoknak lenne kitalálva. Milyen lesz ez most nélküled, meg milyen volt ezt átélni? Ellenfélnél is voltak norvégok, nálatok is többen vannak. Úgy gondolom, hogy a Vipers egy remek csapat, nagyon jó gárda, akár csak mi. És igen, nekünk is megvan a norvég kontingense, úgyhogy mi is remélhetőleg jól fogunk teljesíteni. Számomra fura, hogy nem léphetek pályára, de a lelátókon mindent beleadok a lányokért, és remélem sikerrel járnak. És úgy gondolom, hogy nagyon jó esélyük is van erre, mind a négy csapat nagyon erős, bármilyen történhet. Van-e, vagy kell-e bonyolultabb magyarázat az iménti számadathoz, mint hogy a Norvég a világ legerősebb női kézilabda nemzete? Nem kell, hát egyértelműen ott vannak a világ legjobb játékosai, és mennek a legjobb BL csapatokba, akik arra vágynak, hogy odaérjenek a BL Final Four-ba, és ott aztán megnyerjék. Tehát ezeknek a játékosoknak ez a céljuk, nem véletlen, hiszen az összes játékos majdnem olyan csapatban játszik, amelyik erre esélyes, hogy a Final Four-t megnyerje, és aztán ennek köszönhetően alakul ki ez a számadat. Norvég, délszláv vagy francia játékosok döntik el jellemzően a Final Four-t, a negyedik egyébként, nem az ötödik, bocsánat, a magyar gólszerzők száma. Valahol tényleg nem véletlen beszélünk Kárival majd a Vipersről, a norvég genetikához hozzátartozik a Final Four sikeressége. Igen, és hát nyilvánvaló, hogy a világ legjobb csapatai keresik a norvég játékosokat, és a Final Four-ba így mondjuk így fölül vannak reprezentálva ahhoz képest, hogyha adott esetben norvég csapat nem is jut be a Final Four-ba, és hát ez idén is így lesz, és hát tulajdonképpen ha megnézzük a többi csapatot a Győrön kívül, akkor azt látjuk, hogy az SBR-ben ugye 6 norvég van, a Vipersben nem tudom hány norvég van, de nyilván sok, bár azért idén elég sok külföldje van a Vipersnek is, és talán a Metz a kakuk tojás, ahol nincs norvég, ha jól emlékszem. Úgyhogy itt ez tényleg a francia játékosok és a norvég játékosok lesznek a meghatározók ezen a hétvégén. Közben láthatjuk az elmúlt időszak győri szempontból legfontosabb pillanatait. Kári, 19-ben megnyerted a Bajnokok Ligáját a Győrrel, az elmúlt esztendőben bronzérmes voltál. Mik a legfontosabb tanulságok, emlékek? Mi a legfontosabb pont, amit ki tudnál emelni?
Természetesen az első győri idény, amikor behúztuk a Bajnokok Ligája trófeát, az hihetetlen volt. Gyakorlatilag egy testen kívüli élménynel írható le, hiszen sose voltam még a Final Four-ban, és első kísérletre egyből össze is jött. Egyúttal pedig ez meg is határozta már, hogy milyen elvárások vannak a rákövetkező idényekben, hogyha az elsőre nyerünk, akkor utána mindent elveszthetünk. Ott rákövetkező évben nagyon fontos győzelem lett volna Görbic Anita búcsú idényével, illetve Duda búcsújával, és nagyon fontos lett volna, hogy megnyerjük. Elvesztettük az elődöntőt a Brest ellen, méghozzá lehető legrosszabb módon, büntető lövésekkel. Számunkra ez egy szörnyű pillanat volt, de remélem és úgy vélem, hogy ezek a pillanatok még erősebbé tesznek minket. Voltunk már ilyen helyzetben, nyertünk is már, vesztettünk is, mindent megtapasztaltunk, és remélem ez még erősebbé tesz majd minket, és ezáltal ezzel a tapasztalattal újra meg tudjuk megcsinálni. Azt gondolom, hogy a világ majdnem összes csapatát megrázná, hogyha egy ilyen játékos bejelentené, hogy nem játszik. Én emlékszem, 2017-ben a világbajnokságon, akkor fiatal játékosként azt mondta a szövetségi kapitány, hogy nem Oftedal és senki más, a legfontosabb játékosunk Kári Bratzett védekezésben, támadásban, úgy, ahogy van. A Győrt azért nem rázza ez meg, mert két kiváló beállója marad, úgyhogy a kérdés, hogy mennyire volt nehéz magad mögött hagyni Pinteát, Blomot, vagy mennyire nyugodtan mondtad azt, hogy én most kiszállok, lányok, egy időre? Számomra természetesen furcsa érzés otthagyni a csapatot, de ahogy mondod, valóban két remek beállónk van, nagyon jók a maguk módján, mindketten eltérő módon, és bizonyos vagyok afelől, hogy nagyon jól helyettesítenek, majd remek munkát fognak végezni, és nagyon bízom bennük, hogy ez minden mérkőzésen összejön nekik. Úgy gondolom, hogy eddig is jól teljesítettek nélkülem. És én azt gondolom, hogy Kári hiánya csak is azért kezelhető, mert bebiztosította magát a Győr ezen a poszton. Igen, hát azért ez tudva volt, azt gondolom, nem véletlen, hogy benne volt, ha jól tudom, a szerződésben, vagy volt erről szó, ezért is kellett megerősíteni azt a posztot, hogy utána ne az legyen, hogy egyedül marad a beálló. És hát igen, valóban három ilyen beálló, az nagyszerű, meg kettő is, aki maradt. Ez egyértelmű, de azért az érezhető, hogy a norvégoknak azért hiányzik Kari, mert szerintem csukott szemmel is tudták, hogy helyezkedik, és lehetett benne bízni, hogy ott van, és ez érződik azért valamennyire szerintem, akár Oftedal, akár Christiansen, vagy akár a Nemete Hansen játékán is, hogy azért ő volt a biztos pont ilyen szempontból, persze többiek is megállják a helyüket, majd arra kell figyelni, hogy ne ez legyen az elsődleges, hogy minden áron a beállónak szeressenek bejátszani, mert ez nagyon benne van a Győr játékában, és erre az ellenfelek, a csapatok is nagyon készülnek már, hogy ez az egyik kulcsa a játékuknak, úgyhogy ettől is szép, hogy erre is kell majd figyelni, hogy nem minden áron, tényleg csak a tiszta helyzetekben keressék a beállón. Karakter szempontjából egyébként, ha már erről a posztról beszélünk, akkor hát nyilván alkatilag Pinta egy egészen különleges, tényleg utánozhatatlan személyiség a női kézilabdának, Lindblom pedig azonnal tökéletesen beilleszkedett. Tehát megvan az a két típusú beálló, amire az összes játékot szépen le lehet játszani? Vagy Kári azért bizonyos stratégiai szempontból hiányzik? Nyilván, hogy bizonyos stratégiai szempontból hiányzik, különösen azért, mert a támadás és a védekezés közti átmenetben szerintem az ő játéka erősebb volt, mint akár a Pintája, akár a Blomé, és a lerohanások végén azoknak a helyzeteknek a kialakítása azért neki nagy erőssége volt. A felállt fal elleni védelemben talán inkább könnyebben tudják őket helyettesíteni, úgyhogy Pintát főleg a pozíciós játékban, hiszen ha őt meg tudják játszani egy védővel, akkor az gyakorlatilag az akció végét jelenti. A Blom az jobban csúszkál be a helyekbe, ahogy a Kari is, és azt én is alá támasztom, amit mondott a Timi, hogy különösen az Oftedalnak a kreativitásának a kibontakozásából hiányzik a Kari, mert azok a passzok, amik vakon mentek, nyilván egy olyan beállóval, mint a Blom, aki szintén ezeket jól kapdossa el, de azért nincs meg az a több éves, vagy talán évtizedes feeling, amit együtt játszottatok, azért az hiányzik.
Kári nyilván rövidesen mesél majd nekünk arról is, hogy mit szólnak a norvégok a Vipers idei szerepléséhez, de mindenek előtt hallgassuk meg a csapattársakat, akik ott is lehetnek majd a pályán, hogy mit gondolnak a Vipers eddigi idényéről. Nyertünk és veszítettünk is ellenük, de ezek a meccsek már rég voltak. Azóta rengeteg dolog történt velünk ebben a szezonban itt Győrben. A bajnokság, a kupa, meg annyi meccs van a lábunkban, a Vipers, a Metz, vagy bárki más ellen játszott meccsek óta. És igaz, hogy most ugyanazok a csapatok lesznek, de már egy teljesen más kihívás, mint az eddigiek. Szóval bármi megtörténhet. Nagyon jó csapat, hiszen eljutott a Final Fourig egy nagyon erős szezon után. Ráadásul folyamatosan javultak közben, és a végére még erősebbek lettek. A meccseiket rengeteg gyorsasággal játsszák. Kemény védelmük van egy csodálatos kapussal a hátuk mögött. Szóval számíthatunk arra, hogy a négyes döntőben is kiemelkedőek lesznek. Van itt bárki, aki jobban ismeri őt nálad? Azt hiszem nincs, de azért van egy pár norvég játékosunk, így tudjuk, hogy játszanak Norvégiában, aztán majd eldől, hogy ez előny lesz a számunkra, ha találkozunk velük. Remek játékosaik vannak, akik nagyszerű csapatot alkotnak. Ha velük kell szembenéznünk, nagyon felkészültnek kell lennünk. Nagyon jól kell játszanunk, hiszen legutóbb le tudtak győzni minket. De ha találkozunk, akkor eljöhet a mi időnk. Hát nagyon kemény mérkőzés volt, szoktuk is itt egymás között emlegetni. Szerintem az egy nagyon jó meccs volt nekünk akkor. Egy nagyon acélos ellenféllel játszottunk, hátrányból kellett visszajönnünk, úgyhogy tényleg a legjobb fegyvereinkre volt szükségünk, hogy visszajöjjünk a meccsbe, és igazából a végén egy gól lett közte, ugye? Nem egy rossz emlék, azt kell, hogy mondjam. Mindenkire szükség volt azon a meccsen, és tényleg nagyon összefogtunk, és igazából emelt fővel jöhettünk haza, úgyhogy nagyon jó lenne újra megmérkőzni a Vipers-szel, és győzni. Az idei két Vipers elleni meccs egyaránt rendelkezett különlegességgel. Az első azért, mert az aktuális BL győztest sikerült 6 góllal megverni, azért ez a BL bronzérem után biztos jól jött nektek, hogy hát lehet, hogy harmadikok lettünk a BL-ben, de azért csak megvertük 6-tal a BL győztest, és aztán lezárult a hosszú veretlen széria kinti egy gólos vereséggel. Mi változott szerinted, Kári, azóta a Vipersnél? Láttuk tavaly is, hogy az év végén elképesztően elkapták a fonalat a norvégok. Úgy vélem, hogy a Vipers az egész idény során folyamatosan fejlődött. Legutóbb, amikor játszottunk ellenük, akkor nekünk nem volt akkora a tét, természetesen mindent megtettünk a győzelemért, ettől függetlenül néhány új dolgot is kipróbáltuk, megpróbáltuk a 7-6 elleni játékot, az 5-1-es védelemmel is próbálkoztunk, egy picit küzdöttünk ezzel, de nagyon sok mindent tanultunk ebből. A Vipers folyamatosan fejlődik, egyre összeszakottabban játszik egyúttal, egy új csapattal játszanak, új játékosokat is igazoltak, egyre jobbak, és természetesen Katrin Lundével a kapuban, ami gyakorlatilag egy kivételesen jó kapusról van szó, tehát ő is szédletesen jól teljesített, úgy vélem. Bármilyen szempont alapján ez a Vipers erősebb vagy gyengébb, mint az év azonos időszakában egy évvel ezelőtt? Akkor erősebbek voltak, szerintem fizikálisan voltak erősebbek, mint most, akkor más élethelyzet volt egy hónapuk fizikálisan készülni, vagy még több is, ugye úgy alakult a szezonjuk, hogy nem nagyon volt már mérkőzésük, és teljesen erre fókuszáltak. Most azért ilyen szempontból szerintem más a helyzet, egy nagyon jó csapat, de azt a fajta fizikumot és azt a fajta erőt azért szerintem még egyszer nem tudják megismételni, mint ami ott volt tavaly a Final Four-ban. Ez biztos, hogy így van. Azt hiszem, hogy ez egy különleges helyzet volt, és nagy előnybe voltak a többi csapattal szemben, akik ugye versenyzésből érkeztek kicsit elcsigázottan. Ők pedig ugye a Covid miatt egy olyan szituációban voltak, hogy gyakorlatilag erre a hétvégére készültek, nem tudom mennyi ideig, és ez bejött nekik. Ez most egy kicsit más időszak, de szerintem azért fizikailag most is nagyon jók lesznek, mert tradicionálisan norvég csapatok nagyon jól vannak fölkészítve. De avval együtt azt gondolom, hogy ez egy egész más csapat, mint a tavalyi volt. Ugye Reisztad nincs,
a külföldi játékosok meghatározóak, és egyébként ezt kérdezném is a Karitól, hogy látja, hogy ugye egy horvát beállóval játszanak nagy részt a Debeliccsel, aki az év eleje óta hihetetlen fejlődésen ment keresztül, és mára, minthogyha egy echte norvégot látnánk beállóba játszani, hogy ennyire föl tudta venni ezt a stílust, hogy mit kell a beállósoknak a norvég stratégiába játszani, hogy ez meglepő neked, hogy a Debeliccs ennyire Kari Bratzett tud lenni a Vipersnek. Vagy inkább Heidi Lőke. Arról nem is beszélve, igen. No, I don't think it's so surprising. Nem hinném, hogy annyira meglepő lenne, hiszen láttam már, hogy a horvát válogatottban is láttam, hogy milyen jó teljesített a Vipers csapatában, és úgy gondolom, hogy jó ott beállónak lenni. Nora remekül játssza meg a beállókat, és úgy gondolom, hogy nagyon jól magáévá tette ezt a pozíciót, és rendkívül jó a kapcsolat közte és a többiek között, úgyhogy szinte minden helyzetből betalál, remek munkát végez. Úgyhogy, amit mondtam, igen, a Vipersnál jó beállóskodni, úgyhogy nagyon jól teljesít. Még csak egyetlen dolog, Kari, ennek kapcsán, hogy ugye azt látjuk, hogy a norvég válogatott szinte teljes egészében ott van a Final Four-on, mert vagy az SBR-ben, vagy a Győrben, vagy a Vipersben ott vannak a játékosai. Ez mit jelent ez Norvégiának, a női szakágnak? Másrészt mit szólnak hozzá a norvégok, hogy egyébként mondjuk nem két norvég csapatban, hanem még talán legkevésbé a Vipersben van ott az elit, persze nem Nora Mörkre gondolok. I think that for the Norwegian, azt mondanám, hogy a norvég szövetség számára nagyon fontos, hogy a norvégok ott vannak a Final Four-ban, és hogy milyen csapatban játszanak, az annyira talán nem is számít. A fontos az, hogy ott vannak, és a legnagyobb kupáért, a legnagyobb díjért, csak a bajnokligáért léphetnek pályára. A norvégok természetesen azt szeretnék, hogy egy norvég csapat diadalmaskodna, ettől függetlenül az Esbjerget és a Győrt is figyelemmel kísérik. Mindez csupán azt jelzi, hogy a válogatottunk egy jó szintet képvisel. Azok a csapatok, ahol játszanak norvégok, azok bizony ott vannak a Final Four-ban, ez a legfontosabb, és ez igencsak jó. Azt hiszem, hogy a norvég kézilabda egyedül a meccs sikeréből nem tud profitálni. Minden más szenárió a maga módján tökéletesen megfelel. Rövid szünet után beszélgettünk Nora Mörkről, az ő lehetséges kulcsszerepéről a négyes döntőben. Hi, Raito! Folytatjuk tovább a harmadik félidőt Kari Bratzettel, és nem csak a győriekkel, de a Vipersszel is foglalkozunk. És hát a tavalyi győztes kapcsán az embernek óvatlanul eszébe jut, hogy mennyire sima volt ez a BL győzelem. Ugye még a szoros meccs a CSKA Moszkva elleni volt, 3 gólos győzelem, de tegyük, az 6-tal ment a szünetben a Vipers, tehát igazából nem volt szoros. És aztán a Brest ellen megint egy tükör sima döntő, hát impresszív. Én nem is emlékszem, a Győrnek soha nem volt két ilyen sima meccse, hogy egy csapata a négyes döntőben ennyivel a többi fölött lett volna. Igen, hát erről már beszéltünk az előbb is, ez a fizikumnak köszönhető, mert én soha nem felejtem el azt a képet, amikor ránéztem Heidi Lőkére, ahogy nyilatkoztak ott mellettünk, és olyan izmos lába volt, hogy tehát az emlékeimben itt van a mai napig az a két láb, hogy amúgy is oké, hogy ők mindig fizikálisan erősek, de hogy ott még az erek is kiduzzadtak szerintem a lábába, olyan volt. Tehát látszódott, hogy egyszerűen olyan komoly munka van bennük, fizikális munka, amivel egyszerűen nem lehetett felvenni abban az időszakban a versenyt egyik csapatnak sem, és lehengerlő volt az a fajta erődemonstráció, ami rátszódott rajtuk, és ami kiélezett, ennek köszönhetően volt az a kimagasló teljesítmény. Hát eltérek egy pillanatra Heidi Lőke lábától, de kétségkívül nem túl messzire, hiszen a fizikum egy fontos szempont, nyilván a norvégoknál mindig kiemelkedő, de még egy szempontot mondanék, a kitartás. Nora Mörk kitartása, aki újabb és újabb térsérülésekből visszatérve vezette tavaly sikerre, 5. BL győzelmével egyébként a Vipers, úgyhogy gondoltuk, a győriek beszélnek egy kicsit a korábbi csapattársról már, akinek csapattársa volt, és aztán mi is vele folytatjuk. You see now also Nora Mörk, she can be one of the best. Nora Mörk az egyik legjobb játékos manapság, egy nagy klasszis. Játszott itt Győrben, és Reisztáddal összehasonlítva neki még elképesztő tapasztalata is van, hiszen a sokadik Final Four-jára készül.
Így az ilyen nagy meccseket talán jobban is menedzseli, mint mondjuk Rejsztát. Én azt mondom, hogy egy nagyon jó játékos, de szerintem az lesz a kulcsa, hogy az ő jó passzait, mielőbbi faltolást kell rajta véghez vinni, és ha őt meg tudjuk állítani, akkor szerintem nem is lesz probléma. Nora egy elképesztő játékos. Láttam, hogy kezeli a sérülését és minden mást az életben. Természetesen azt szeretném, hogy a Győr nyerje a Final Four-t. De miért ne találkozhatnánk velük a döntőben? Az szerintem nagyszerű lenne. Aki követi a kézilabdát, az tudja, hogy Nora Mörk mire képes. Ő is egy kulcsembernek mondható a Vipers csapatában, de azt gondolom, hogy ott náluk a kapuba a Lunda is nagyon meghatározó. Tehát, hogyha jó napot fog ki, akkor az ellenfélnek nagyon-nagyon nehéz. De azt gondolom, hogy a Mörknek a megállítása nagyon fontos lesz, mert nem csak, hogy gólerős, hanem nagyon jól osztja is le a labdákat. Tehát, hogy nagyon jól lát a pályán, hát egy igazi klasszis játékosról beszélünk. Mindenképpen rá is nagyon fokuszálnunk kell majd. Remek kézilabdázóként emlékszem rá, és egy kiváló harcos, aki imád nyerni. Nagyon jó fizikai adottságai vannak, remek passzokkal szolgálja ki a beállókat és a szélsőket is. Okos játékos, szóval nekünk is okosnak kell lennünk. Hát nekünk nagyon jó volt a kapcsolatunk, úgyhogy amikor elment innen, akkor azért volt elég nagy szomorkodás. Mai napig tartjuk a kapcsolatot, tehát szoktunk beszélgetni. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy vissza tudott jönni a sérülésekből, és hogy ráadásul így, tehát hogy ez is mutatja azt, hogy ő milyen játékos és milyen ember. Személy szerint én nagyon szeretem őt, úgyhogy hát ha úgy lesz, akkor össze találkozunk a döntőben is, de akkor remélem annyira nem fog jól menni neki a játék. Nora Mörk egy fantasztikus játékos, egészen magas szinten játszik most már igen sok éve. A kézilabda világában mindenki jól tudja, milyen nagyszerű kézilabdázó, és mivel itt Győrben is játszott, a csapat is tudja, mire képes. Nem meglepetés, hogy nagyon oda kell figyelnünk rá. Bármikor képes a gólszerzésre, és arra is, hogy kihagyhatatlan helyzetbe hozza a társait. Kiemelten kell rá figyelnünk, ha a Vipers lesz az ellenfelünk. Nora Mörk a Larvikkal és a Vipers-el, tehát két norvég csapattal is megnyerte a BL-t, a kettő között pedig háromszor egymás után győriekkel, és azt hiszem, hogy nem csak róla kell beszélni, hanem mondjuk arról a belső hármasról, ahol mondjuk Dál vagy Erzsápkova és Isabel Gulden játszik majd Nora Mörkkel. Nem tudom, kiemelkedik azért így is szerinted Kari a csapatból, vagy inkább a hármasban gondolkodnál, mint három klasszis játékos? Nora természetesen egy kiemelkedő játékos, de nem csupán ő szerez gólt, nagyon jó lövő játékosaik vannak a norvégoknak, nagyon jól használják a szélsőiket, nagyon jól használják a beálló pozíciót, minden poszton remek játékosaik vannak. Nora nem csak egy remek játékos, hanem megvan ez a hihetetlen képessége, hogy fontos, kulcsfontosságú gólokat szerezzen. Tehát ő az, aki felvállalja, hogy ő legyen a döntőjátékos, úgyhogy ez a minőség, amire oda kell figyelni, hogyha a döntőben valóban összecsapnánk, akkor Nora lesz az, aki el akarja majd dönteni. 96 gólja van. Amikor legutoljára ilyen szezont futott, az a 14-15-ös szezon volt, még a Larvikkal, akkor 98-ig ért el, tehát nagy biztonsággal állíthatjuk, ha két gólt szerez Nora Mörk a négyes döntőben, hogy ennyi sérülés után, és darabjával olyanok, ami egy pályafutásnak vethet véget, 31 évesen képes a valaha volt legjobb BL szezonját futni, ami elképesztő. Hát ettől fantasztikus ő szerintem, és az a fajta akarat, és az a fajta kézilabda szeretet, ami benne van, hogy minél több időt a pályán töltsön, és ezért megtesz mindent, ez szerintem hihetetlen, hogy még akár azt is vállalja, hogy esetleg idősebb korára nem biztos, hogy egészséges lesz már, mert tényleg olyanok azok a térdek, hogy őt már szerintem eltanácsolták a kézilabdától, mert ez nem egészséges, hogy még ilyen térdekkel ott legyen, de hát ő neki ez az célja, és mondta, hogy őt semmi más nem érdekli, csak az, hogy minél több időt még a pályán tudjon
tölteni. Szerintem ettől nagy játékos igazából, hogy ismét bizonyította, hogy hiába a sérülések, ők fel tud érni a csúcsra, és ettől klasszis amellett, hogy hihetetlen gólerősen játszik ismét, és a társakat is tényleg nagyon komoly szinten kiszolgálja, és amellett szerintem, hogy ennyi gólt lőtt, amellett szerintem a csapatban neki van a legtöbb előkészítése is, mondjuk Guldennel közösen. Pont ezt kellene mondani, hogy azért egy ilyen rutinos páros, két ekkora klasszist egymás mellett, az szinte garancia arra, hogy senki nem fog kapkodni, senki nem fog bepánikolni majd az MVM Dome-ban, még leginkább a balátlövő plusz talán, ugye Erzsápkova, akit ugye ismerünk Magyarországról is, vagy mondjuk Dál, bár Dál mondjuk 12-t szórta a Győrnek az első mérkőzésen, szóval őt sem lehet lebecsülni. Igen, egy elég furcsán összerakott átlövő sor ez tulajdonképpen, hiszen van két rendkívül rutinos játékosuk, akik viszont a távoli zónából nem annyira veszélyesek, mert Gulden nem nagyon lő kapura, néha alul, de felül, vagy felugrásban nem nagyon. Azért Nora Mörk is sokkal kevesebbet tud most már 9 méterről gólt lőni, mint korábban. Tehát a balátlövőknek, Dálnak, vagy a Jerzsapkovának a feladata ez. Úgyhogy így is játszanak, hogy ők inkább előkészítenek, és azt hiszem, hogy a Nora Mörknek a játéka jelenleg már nem a gól veszélyességében az elsődleges, most is persze még hát összehozott 96 gólt. Rekordszezon fut így is. Ja, de mert nagyon sok 7 méteres, de azért ami mérkőzést láttam tőle, átlövésekből viszonylag keveset, ahhoz képest persze, amit korábban láttunk tőle. Viszont az a rutin, amivel a nehéz pillanatokat kezeli, azt hiszem az aranyat ér. Meg az a motiváció, amivel viszi a csapattársait. Tehát ha Nora Mörk játszik melletted, akkor nem kérdés az, hogy nyerni akarsz, meg mindent megteszel, meg különben megeszi a fejedet. Tehát ő egy olyan szuggesztív egyéniség, és azt hiszem, hogy csapattársnak nagyon jó, de ellenfélnek baromi kellemetlen lehet, mert azért ez nem túl kellemes, mikor egy ilyen vérebb van szembe veled. Úgyhogy erre is föl kell készülni, hogy most a norvégok szemben inkább a nyomást fogják kapni a Nora Mörktől, mint a támogatást. De Kári, ezzel egyetértesz, hogy talán Nora Mörkre már nem kell annyira föllépni, és akár Guldénra, tehát hogy a középső és a jobboldali poszton lehet talán majd egy kicsit zártabban védekezni, ha lesz ellenfél a Vipers? I think it's dangerous to think that they don't shoot because úgy gondolom, hogy veszélyes lenne azt gondolni, hogy nem lőnek távolról, mert akkor mégis megteszik, de ettől függetlenül egyetértek abban, hogy nem ez lenne az első számú opciójuk. Nora jelenleg, ahogy felépül a sérüléséből, egyre többet vállal magára, és hogyha visszalépünk, hogy a passzívak leszünk, akkor mi ettől függetlenül 7-8 méterről megereszti a lövést, 9-10-ről talán nem, és ez a veszélyes, hiszen annyira jól játszik be a beállónak, hogy sokszor hátralép, és ekkor mindig felválja a lövés, nagyon erős a lövése, és Guldenre is ugyanez érvényes, talán nem annyira, mint Norára, de ettől függetlenül ő is felvállalja, ő ettől függetlenül inkább irányító, úgy gondolom, hogy inkább átjátsza a többieknek. Ha már beszélünk, viszont igen, még hozzákedem, hogy a balátlövőik, mind a Dál, mind a Maki Erzsapkova, viszont iszonyú veszélyes messziről, mert 10-12 méterről is képesek gólokat lőni, úgyhogy ez a védekezésnek egy nehéz feladat, hogy hol legyenek laposak, és hol kell egész fölmenni, mert az a pozíció az viszont nagyon veszélyes átlövésből, és épít is rá a Vipers, hogy ők viszont lőnek. Ha már erről beszélünk, hogy áll most a Győr a távoli zónából? Nyilván van egy olyan sor, a két irányítós játék, ami nem erre fut ki, de azért látjuk, hogy Ryu érkezésével, vagy éppen ha olyan napja van, akkor Annemette Hansen is szétlövi a kaput, hogy megvan a kellő távoli zónás veszély a Győrnél. Mert volt idő, amikor azt mondtuk, hogy messziről nem elég erős a Győr. Hát a játékosok vannak, akik tudnak a távoli zónából lőni, de szerintem ebből látunk kevesebbet, és ez is a kulcs szerintem, hogy fontos lesz felvállalni a lövéseket pont ezért, hogy aztán meglegyenek a kilépők a védekezésből, és aztán nagyobb helyek legyenek a beállók megjátszására. Tehát, hogy ez szerintem fontos, és így lehet majd akár a szélsőket is megfelelni
megfelelő helyzetbe hozni, és így lesz teljes a Győrnek a játéka, hogyha távoli zónából is lőnek. Szerintem ez fontos, mert sokszor esik abba a hibába a Győr, hogy esetleg úgy is odaadja a beállónak a labdát, hogy nincs helyzetbe, vagy az a megoldás, hogy a lövőnek nincs helye, de hát ott a beálló beadom neki, még akkor is, hogyha nem ez a legmegfelelőbb játék. Én azt hiszem, hogy a kulcs az az lesz majd, hogy Oftedal mennyire kezd el akár kintről is lőni, és mennyire gyújtja be a rakétákat. Ha ő tudja magával rántani a többieket, akkor igazándiból nem lesz gond a lövőkedvel sem a lövőknél. Mennyire kéri Ambrose Martin tőletek azt, hogy pontosan a beállók felszabadítása miatt legyenek 10 méteres lövések? Mennyire van benne Reeve-ben például, vagy Annemette Hansenben, hogy ezzel segíti a beállókat? Úgy gondolom, hogy igen, kéri ezt, hogy lőjünk távolabbra is, de természetesen felismeri azt, hogy 6 méterről sokkal eredményesebbek vagyunk, úgyhogy az lenne a legjobb, hogyha 6 méterről lőnénk többet, de ahogy te is mondod, nagyon fontos az, hogy távolabbról is próbálkozunk, lőjünk annak érdekében, hogy több dinamikát vigyünk a játékban, jobban megmozgassuk a védelmet, több teret biztosítsunk a beállónak. Úgyhogy úgy gondolom, hogy mindkettőt elvárja, mindkettőt kéri, és Annemette Hansent illetően bebizonyította az idén is, hogy mekkora, milyen szédületes karja van, milyen lövőereje van. Úgy ezt majd meg is tapasztaljuk a hétvége során, hogy távolabbról is fognak lőni. Ez ott van Veronika Christiansen, Háfra Noémi, szóval a potenciál ott rejlik. Igen, én attól tartok, hogy az ellenfelek, az SBRG is igen alaposan fogják megnézni a Ferencváros elleni döntőjét a Győrnek, hogy védekezett a Fradi, mert ők elég jól kiszűrték a beálló körüli játékot, úgyhogy erre szerintem számítani kell a győrieknek, hogy az ellenfelek is felkészülnek belőlük. Lesz egy ismerős, igazából nem csak egy, hanem több is, abban az esetben a túloldalon, hogyha egy Győr esetleg összekavarodna a Vipers-szel majd az előttünk álló hétvégén, de nem feltétlenül Lundéra gondolok, és még csak nem is Nora Mörkre, hanem Janek Nedlikovára, aki 2020-ban ment el Norvégiába, és egyébként abszolút kulcs szereplője a jó szereplésnek, tavaly is ott volt, tehát már BL-t is nyert a Vipers-szel. Most róla, korábbi poszttársáról mesél nekünk Faluvégi Dorottya. Beszéljünk egy kicsit Janek Nedlikováról, vele játszottál együtt itt még Győrben, és milyen lesz ellenfélként szerinted? Janna, ő volt az első, aki talán legszívélyesebben fogadott, amikor idejöttem. Nagyon tartottam tőle, hogy milyen lesz harmadik jobb szélsőként megérkezni, de elképesztő szeretettel fogadott az első naptól, úgyhogy nagyon speciális helye van a szívemben Janának, és elképesztően az elmúlt szezonban, vagy igazából az elmúlt szezonokban letett az asztalra. Szerintem az egyik legjobb jobb szélső a világon. Nagyon kíváncsi vagyok, szerintem a kinti mérkőzésen is nagyon jól játszott ellenünk, úgyhogy ő ilyenkor extrém feltüzeli magát, de igazából minden meccsen elmondható ez róla. Úgyhogy jó lesz újra ellene játszani, és nagyon várom igazából. Van, amit tőle lestél el? Hát vannak dolgok, amiben szerintem a legjobb a világon, az egyik ez a kanyarított felső, amit szerintem akkor is belő a kapusoknak, hogyha tudják, hogy oda érkezik a labda. Úgyhogy ez szerintem teljes mértékben a védjegye, és elleshetetlen egyszerűen, olyan jól csinálja, de még sok ilyen dolgot tudnék mondani. Négyszeres BL győztesről beszélünk, ugye két cseh játékosa van a Vipersnek, ilyen Zsebkova és Nednikova. Pontosan mi a kanyarított felső, csak rakjuk azért rendbe, hogy tudjuk, hogy Csibe mire gondol. Hát van ilyen lövésfajta, hogy nem kanyarított, értem, csak hogy mutassam meg, vagy hogy... Hát ilyesmire nem kérnélek, csak hogy... Én mindenki... nem tudom olyan szinten. Hát amikor megvan az ív a lövésnek, tehát hogy amikor ez a kanyarított lövés. Most már mindenki tudja. Jó, csak hogy biztosan tudjuk, hogy miről van szó. A Győrnél azért fontos számunkra, magyaroknak is a szélső poszt, mert ugye ott játszik a legtöbb magyar, ebben az esetben ugye Faluvégi, Lukács, Sacul, Fodor Csenge, és ha beszéltünk arról, hogy Norvégiának mit jelent a sok norvég, te hogy látod a szélen a négy magyart, hogy ők hogyan fejlődtek nálatok évről évre, milyen velük együtt dolgozni? Nagyon jó velük együtt dolgozni, jó barátok vagyunk.
és nagyon kedvelem, nagyon szeretem őket. Úgy gondolom, hogy jól fejlődtek, egyre jobban védekeznek is. Úgy gondolom, hogy sokkal többet besegítenek, sokkal jobban kiveszik a részüket a labdák elcsenése terén, és egyre fontosabb lesz a Final Four-ban, hogy használjuk a szárnyakat, a széleket, hiszen ezt nem minden mérkőzésen használjuk, úgyhogy remélhetőleg ebből majd többet látunk. Igen, annyira csábító középen befejezni a győri akciókat a világsztárokkal, ott tényleg néha nehéz a lányok helyzete. Van bármilyen módon, Timi, szerinted rangsor, vagy két 50-50 pozícióról beszélhetünk a jobb és a bal szélen? Hát 50-50 szerintem nincs jelenleg rangsor, hiszen azt látjuk, hogy Fodor Csenge is kezdett most, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy megvannak a kezdő emberek, hanem megfelelően vannak favorizálva és forgatva a szélsők. Talán van egy kicsi hiányérzetünk abban a szempontból, hogy a kiszolgálás az nyilván lehet, hogy ők is azt érzik, hogy lehetne több, de hát nehéz a szélsőnek mindig is egy kiszolgáltatott helyzet, vagy jön a labda, vagy nem jön a labda. Érdekes, hogy négyük közül a hogy is fogalmazok, legkevésbé fiatalnak lesz ez az első Final Four-ja Satsu Nadinnak, aki biztos, hogy úgy készül, hogy olyasmiben szeretne részesülni, amiben eddig a többi lány már részesült. Talán ebből a szempontból figyelhetünk rá egy kicsit jobban, neki az első. Igen, hát ez furcsa így hallani, mert neki egy olyan teljes pályafutása van, de hát azt is tudjuk, hogy nagyjából azért igazolt a Győrbe, hogy Final Four-ba kerüljön, illetve meg is nyerje. Ugye hosszú évekig a Fradival próbálta ezt elérni. Én azt hiszem, hogy az ő játékát mindenképp érdemes egy picit jobban előtérbe helyezni, olyan tekintetben, hogy a sarokba több olyan labdát leadni, amivel be tud menni, mert azt hiszem, hogy az összes balszélső közül a világon ő az, aki a kisebb szögekből a legjobban lő szélről. Tehát szinte már azt mondom, hogy férfi technikával tud lőni, és ehhez képest nincs igazán kihasználva szerintem a Győrben az ő játéka. Egyébként ez igaz a Csengére is, de ő talán kevésbé a sarokból jövő lövéseknek a specialistája, és ebben széjjelebb lehet húzni a védelmet. Úgyhogy én remélem, hogy a Nadinnak nagy szerepe lesz, és jól fog játszani, és eléri a célját. A folytatásban beszélünk majd még Isabel Guldénról, és ha amennyiben persze a Vipers ellenfél lesz, akkor az irányító poszt szempontjából is kielemezzük a norvégokat, és persze Kári is mesél még a korábbi BL élményeiről. Jövünk Budapest, ott találkozunk. Ez még mindig a harmadik félidő extra, ahol rövidesen beszélünk majd egy olyan játékosról, aki egyedülálló, eddig nem tapasztalt módon magyarként, de egy másik nem magyar csapat tagjaként jön vissza Magyarországra, hogy a Bajnokok Ligája trófeáját megszerezze, ugye Tomori Zsuzsanáról van szó, de előtte még Bella Guldénról, aki visszatért, és a formája alapján szintén kulcsfigura lehet, úgyhogy arra gondoltunk, hogy ha már van svéd játékos az Etónak is Lindblom, akkor beszéljen ő válogatott beli csapatásáról. Nagyszerű játékos, ismerem a klubcsapatból és a válogatottból is. Nagyon jól ismerem. Várom is, hogy esetleg találkozzunk vasárnap a döntőben. Ő nagyon jó a gólpasszok adásában, de nagyjából bármit meg tud csinálni a labdával, szóval a beállóra is oda kell figyelni. De a mellette álló társára is, mert ő az egyik legokosabb kézilabdázó a mostani mezőnyben, szóval mindenre fel kell készülnünk. Ki tudott találni Isabel gondolatait is? Játszottunk együtt, így egy kicsit már ismerem a gondolkodás módját. Tudom a beálló, mire számíthat tőle, így remélhetőleg meg tudom akadályozni egy-két pontos labdáját. Szóval igyekszem kitalálni a gondolatait. Sokat beszéltünk már egy lehetséges két irányítós játékról, Szine Oftedállal és Eszter Enzeminkóval. A túloldalon az emlegetett Isabel Guldén mellett egy norvég válogatott irányító, Márta Tomács is ott szerepel. Szerinted, Kári, mennyire jellemző a Vipers-re egy adott esetben két irányítós játék, és mennyire második számú irányító Márta Tomács, aki ugye szintén a válogatottban csapattársad?
Úgy gondolom, hogy egy jelenleg Gulden lenne az első számú opció irányító szempontjából, de mind a ketten abban hasonlóak, hogy nagyon okosak, intelligensek, nagyon remekül szolgálják ki a játékostársakat, keresik a beállót, és szeretik irányítani a játékot. Úgyhogy úgy lehet, hogy mindkettőt bevetik, de talán Gulden játssza majd a főszerepet. Sokan beszéltek arról, hogy kit akartak kapni, vagy kit elkerülni a sorsoláskor. Te örültél, hogy ez első körben nem a Vipers-szel játszik a Győr, vagy kevésbé? Lehet, hogy az lenne a jobb, hogyha egyből velük csapnánk össze, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy az is tökéletes, hogyha a döntőben találkozunk. Remélhetőleg jó munkát végzünk majd az Esbjerg ellen, és lehet, hogy a Vipers vár majd ránk a vasárnapi döntőben. Ha ugyan, és akkor ha már a Vipersről beszélünk, ugye oda jut a norvég csapat, a Metz Vipers elődöntőnek van favoritja? Hát ez egy jó kérdés, ugye Metzet nagyon régen láttuk játszani, azt látjuk, hogy most megnyerte a bajnokságot, tehát hogy a francia bajnokságot azt sikerült behúzniuk, úgy, mint még ha egy szoros csatában is, de akkor is a sokat számít számukra. Azt gondolom, hogy az nem biztos, hogy jó, hogy ilyen rég játszottak BL meccset, és ez egy más ritmus, egy más történet, de hát volt idejük készülni rá, úgyhogy hát nem tudom, hogy melyik, talán egy kicsit azért a Vipers a favorit, de most már a Metznek is megvan az a fajta rutinja, amivel egy Final Four-ban kell játszani, úgyhogy ez egy nagyon kiki meccs lesz. Már a Metz megverte őket kétszer is. Igen, kétszer is megverte őket, és nem akárhogyan, tehát az két végtelen sima mérkőzés volt, nem is láttam még a Vipers-et ennyire alárendelt szerepbe játszani, oda-vissza a mérkőzésen, ami azért azt jelenti, hogy taktikailag valami nem ízlik a Vipersnek a Metz játékában, és az összes csapat közül szerintem a Metznek a játékos kerete engedi meg azt, hogy a egészen más stílusban állítsa fel a csapatát, úgyhogy a gyorslábú cselező, extra jól cselező emberek helyett be tudnak tenni egy Micsijevicset, aki viszont extra alacsony játékos. Tehát nehéz ellenük felkészülni, és hát én, ha fogadnom kéne, inkább a Metzre fogadnék ezen a mérkőzésen. Nagyon jó formában játszanak, az a kérdés, hogy a kapuban Kapitanovic hogy tud hozzátenni, mert azért ott ugye a Szakó sérülésével gyengébbek, de hát szerintem ez a sorsolás a Vipersnek a legrosszabb, hogy pont a Metzet kapták, akik ellen hát nem nagyon ment az idén neki. De hát, ha bármi baj van, mindig ott van Katrine Lunde, aki ugye ugyancsak ötszörös BL győztes, kettőt nyert az Etóval, kettőt nyert a Viborggal még azt megelőzően, és ugye legutóbb is a Vipers-szel. Egy szemében alkalmas eldönteni bármilyen nagy eseményt. Igen, hát élhal ezekért az eseményekért, azt lehet mondani, és nagyon jól tudja megélni ezeket az eseményeket. Fantasztikus kapus, nagyon rutinos kapus, és hát egyértelműen a vezére hátul ennek a csapatnak. És talán vissza is értünk oda, ahol kezdtük a mai beszélgetést, a norvég hegemónia. Hogy szokott ez kinézni, Kári, amikor ugye a csapatok egy hotelben laknak, akkor ott a hotelnek a lobbija az egy ilyen összkézilabdás buli, vagy legalábbis beszélgető helyszín, hogy ilyenkor játszasz Dániában, Magyarországon, Norvégiában, de végül is egy asztalhoz ültök valamennyien. Ott leszel egyáltalán? Tehát részese vagy ennek a forgatagnak? Igen, a csapattal fogok utazni, egész hétvégén ott leszek a csapattal, úgyhogy nagyon örülök, hogy valamest a csapat résznek érezhetem magam, hogy nagyon jó lesz újra viszont látni a többieket, nem csak a saját csapatársaimat, hanem a többieket, még akkor is, hogyha nem léphetek pályára, jó az, hogy újra részese lehetek. Mindig olyan érdekes számomra az, hogy ott vagytok az év legfontosabb hétvégéje előtt, úgyhogy 10 óra múlva mindenki indul a csarnokba, és tényleg annyi puszi és ölelés, egy baráti mosoly nincs a világon, mint annak a hotelnek a lobbyjában, hogy nem lehet érezni azt, hogy egy nap múlva ezek a játékosok szétütik egymást. Neked ez mennyire furcsa, vagy mennyire természetes?
Számomra voltak éppen egész természetes, bár lehet, hogy kívülről nézve furcsán tűnhet, hiszen mi tényleg barátok vagyunk, együtt játszunk a válogatottban, vagy lehet, hogy előtte voltunk csapattársak, úgyhogy természetes, hogy a barátság megmarad, viszont amikor elhangzik a síp szó, hogy kezdődik a meccs, akkor nem számít, hogy mennyire vagyunk jó barátok, arról szól az egész, hogy nyerjünk, és akkor el is tűnik arra az időre a barátság. És hát lesz egy nagyon különleges pillanat, amikor rózsaszín melegítőben Tomori Zsuzsi lejön a lifttel a földszintre, kinyílik az ajtó, és lesz egy Vipers játékos, aki majd egyébként Lukács Viktoriához, Faluvégi Dorottyához, Háfra Noémihez és a többiekhez megy oda. Ilyen nem volt még, hogy valaki külföldi csapattal magyarként szerepeljen itt. Meg lesz ennek a maga varázs az ő szempontjából. Igen, nekünk lesz mire figyelni és kire figyelni, mert hogy neki mindenképpen szurkolni fogunk, hogy jó teljesítményt nyújtson és hasznos tagja legyen a csapatának. Hát ez neki is egy új élmény szerintem, és egy jó élmény, de hát ő szerintem ettől boldog, hogy itt lehet és sikerült elérni ezt a célt, és hát mi csak szurkolunk neki, és tényleg azt kívánom, hogy jól teljesítsen. Igen, ahogy a norvégok igazából nem nagyon tudnak mellé nyúlni, csak a meccs sikere nem hoz számukra valami klassz dolgot, azért ha úgy alakul, hogy a Vipers nyeri a Final Four-t, az egy pici öröm van, akár nagy öröm, nyilván nem mindegy, hogy ki ellen a döntőben lesz öröm, lesz bennünk, mert Tomori Zsuzsi BL győztes lesz. Hát igen, ez azért egy... Tényleg kívánom neki, de azért nem annyira. Az viszont marha klassz lenne, hogyha egyszer jutnánk oda, hogy mondjuk egy ilyen Final Four-ban minden csapatban legyen magyar játékos, úgy, mint a norvégoknál vagy a franciáknál, és az mutatja igazából egy kézilabda nemzetnek az erejét. Egyébként a Tomorival nemrég beszéltünk, és azt mondta, hogy nagyon jól beilleszkedett Norvégiába, és tényleg nagyon jól érzi magát. Egy dolgot nem tudott megszokni, ezt a lila rózsaszín melegítőt, az még nem megy neki. De hát ez legyen a legkevesebb. Kári, hol nézed majd a lelátón, vagy a pálya mellett ezt a meccset? Tudod-e már, hogy hol tudod a legnyugodtabban megtekinteni? Yeah, I will be together with Jetsa Despotovic. So Jetsa Despotovicsal együtt leszek, úgyhogy együtt nézzük majd a meccset. Nagyon klassz lesz majd, és nagyon várom, hogy remélhetőleg ünnepelhetek én is a végén. Mindenképpen idegtépő lesz. Reméljük, hogy eljutunk a végéhez, illetve hogy a Győrbe jut a döntőbe, ott biztosan találkozunk. Itt lehet látni a menetrendet. A holnapi harmadik félidő extra vendége Szabó Tamás lesz majd a pénteki műsorban. Már az aznapi friss eseményekkel jelentkezünk a hétvégén, értelemszerűen az élő közvetítések jönnek, és vasárnap estre az ünneplés után, valakinek az ünneplése után jön a harmadik félidő extra. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Kari, neked különösen, hogy ellátogattál hozzánk, Timinek és Attilának is a mait, és holnap folytatás az újabb harmadik félidő extrával. Viszontlátásra!